Köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Minden november 3. csütörtökén hívják fel a nem dohányzásra a figyelmet világszerte. A Füstmentes Világnap kapcsán kérdezem a témáról dr. Rónai Tamás, Tasomony megyei kormányhivatal megyei tiszti orvosát. Jó estét. Mi ez a Smoke Out Day pontosan? Mióta létezik és mi a kiemelt célja? 1971-ben Massachusetts állam kormányzója, egy bizonyos Arthur Maloney-nek jött az ötlete, hogy megkéri a dohányosait, az ő államába élő dohányos embereket, hogy egy azott napon ne gyújtsanak rá, és azt az összeget, pénzt, amit abban az egy napban dohánytermékre költöttek volna, az egy helyi középiskola támogatására fogják felhasználni. Néhány évvel később, 5 évvel később már 1 millió ember tudtak megszólítani, már csak azért is, az Amerikai Rákellenes Társaság is csatlakozott ehhez az ötlethez, mozgalomhoz. Olyannyira, hogy 1987-ben a WHO elfogadta, mint világnapot, és innentől kezdve 1987 óta november hónap 3. csütörtökjel világszerte a nem dohányfüstmentes világnap. 1971-ben már az Egyesült Államokban felismerték azt, hogy ez miért káros azokra is, akik dohányoznak, és azok is, akik úgymond elszenvedik a dohányfüstöt? Ennek ugyan nem néztem utána, de szinte biztos, hogy az illető nem dohányzó volt. És a környezetében sokan és voltak. És egész biztos vagyok benne, így van. Tehát például a kokáért azt is tudjuk, hogy a passzív dohányzás pontosan olyan káros, mint az aktív, sőt, meg is tenni időnként a úgynevezett mellékfüstbe több a nagyobb a koncentráció a káros anyagoknak, mint a főfüstbe, amit beszív a dohányzó. És ennek a káros hatásai, amit fogok róla beszélni, rengeteg halálozást okoz évente. Pillanatilag ott tartunk, hogy 6-7 millióra teszik évente a dohányzás miatt meghalt emberek számát világszerte. Ebből körülbelül 1 millió a nem dohányzó, passzív dohányos. Ez Magyarországon úgy néz ki, hogy évi 30-35 ezer ember hal meg dohányzás következtében, nyilván évtizedes dohányzás miatt kialakult betegségek következtében, és ebből 2500 a nem dohányzó, passzív dohányos. Milyen káros hatásai vannak a dohányzásnak, és mondjuk aki dohányos, az milyen plusz betegségekkel kell, hogy majd számoljon idővel? Azért hoztam egy kis mankót, mert annyi káros hatása van, hogy azt nem tudja az ember fejbe tartani, de mindjárt mondom. Elsősorban a szív- és érrendszeri problémákat okoz, illetve daganatos elváltozásokat, elsősorban tüdő, gégerák. És ennek kapcsán van egy felsorolásom, azt mondja, hogy érdekes módon nőket még jobban, még károsabban érinti meg a férfiakat. Ezt hosszú lehet tudni, hogy miért? Parancsol? Ezt lehet tudni, hogy miért? Hát élettani, hormonális sokféle oka van. Egy biztos, a minden, nem csak Magyarországon, a világszerte a két vezető haláluk, az egyik a szív- és érrendszeri betegség, a másik pedig a daganatok. Mindkét betegség csoporthoz nagyon-nagyon masszívan hozzájárul a dohányzás is ennek a következményei, úgy, mint koszorúér betegségek, érszükletet okoz a nikotin, többek között a nikotin is, meg az a 4000-nél több kémiai anyag, ami a dohányfüstbe található. Arról nem beszélve azt is meg kell említeni, hogy nagyon erős drog, amely azokon a központi idegrendszeri receptorokon kötődik, mint egyéb kábítószerek, és nagyon hamar, körülbelül egy hét után már hozzászokást, nagyon erős hozzászokást, erősebb hozzászokást okoz, mint a heroin például. Tehát ezért is nagyon nehéz leszokni róla. Akár mondjuk szív- és érrendszeri problémák, vagy netalentán daganat, mennyi idő után jelentkezik, gondolom. Attól is függ, hogy milyen az egyén életvitele, és attól is, hogy mennyi cigit szív. Meg kell említeni azt, hogy dohányosok mindig abban védekeznek, hogy de a nagyapám is dohányzott 90 éves koráig, és a többi az alkoholt most nem említem, nem az a témánk. Na, ezzel ők arra az 5%-ra hivatkoznak, mert ami valóban van olyan genetikai ember, aki jól bírja mindezt, kiképzést, de tény az, hogy tüdő, gégerák és társai esetében a 90-95%-a a beteganyagnak az dohányos. Tehát ez az 5%-ra hivatkoznak mindig, akik dohányoznak, és nem szeretnék ezt abba hagyni, hogy nincs ennek semmi következménye, mert erre szoktam én azt szerényen megegyezni, hogy vajon a dohány, a cigarettás doboza miért van ráírva, hogy rákot, daganatot, szívérrendszeri infarktus, stroke, egyebeket okozhat. De van elriasztó ereje annak, hogy mondjuk nem csak a
szöveges üzenet van a cigarettás dobozon, hanem akár mondjuk egy szájüregi ráknak a képe, vagy más fotó. Vagy egy dohányos tüdőnek a sötét lila fekete képe. Nem elriasztó, ezt egyszer Kuka Janinától és Jánostól, a két Kuka testvértől hallottam, akiknek az édesapja Szegeden volt mellkassebész professzor, tehát éjjel-nappal tüdő daganatokkal találkozott, bevitte a két gyerekét megnézni, hogy hogy néz ki egy dohányos tüdő. Nem riasztott el egyik kölyüket sem, mind a ketten ma is dohányosak. De evel együtt azt kell mondani, hogy egyetlen dolgot lehet dohányozásra kapcsolatosan javasolni, hogy ha valaki dohányzik, szokjon le, minél sürgősebben, amennyiben pedig nem dohányzott, ne szokjon rá. Tehát azt is mondják, hogy a legegyszerűbb leszokás a nem rászokás. De hogyan lehet leszokni? Gondolom, módszerek bőven akadnak. Módszerek bőven akadnak, általában egyedül az nem megy. Nagyon erős akaraterő kell, néhány százalékos a leszokásnak a siker rátája. Ehhez képest ezért hoztam egy 17-es anyagot. Ez egy pécsi újdonság, okostelefonos applikáció, leszokást segítő. Na, hogyan kapcsolódik a modern technika és a leszokás? Igen, igen. Ugye óriási probléma, a tüdőgyógyászok tudnának róla beszélni, fülorgégészek szintén, hogy évtizedes dohányzás után mi minden alakul, tud kialakulni. Nem mondtam az imént végig a problémákat, tehát koszorúi betegségek, a stroke, a cukorbetegség, magyar népbetegségről beszélik a stroke kapcsán, a koszorúi betegségek kapcsán infarktus, illetve a cukorbetegség. Oszteoporózis hölgyeknél ugye változókor után sokkal erőteljesebben, mint férfiaknál, itt is nagyon sokat ront a helyzeten a dohányzás. Méhen kívüli terhesség, vetélés, kis súlyú és koraszülött magzatoknak a lényegesen több száma. Asztma a hörgőknek a krónikus gyulladása, egy bizonyos COPD nevű betegség, ami a krónikus obstruktív tüdőbetegség. Itt az történik, hogy átszakadnak a tüdőholyagocskáknak, az orvosoknak a falai, és a légzőfelület csökken. Van egy személyes ismerősöm éppen, éjszakánként oxigénpalackon van, 30%-ot nem éri el a tüdő kapacitása, a légzőfelület mennyisége, mert az, amit nem tudnak pótolni, maximum egy módon tüdő átültetéssel, tehát nem kap levegőt. Na most ugye levegő nélkül nincsen élet, mert percenként veszünk 40-50 akárhány lélegzetvételt, ha ez nem elegendő, akkor lényegesen gyakrabban ugye ventilál az ember, hogy legyen egy kis oxigénje, borzasztó állapot, hogy ne mondjam, hozzá kötve egy oxigénpalackhoz. Tüdőrák és szájüregi rák. Régebben a szájüregi rákok, tüdődaganatok kizárólag dohányosokra volt jellemző, manapság már egy másik dolog is felütötte a fejét, bizonyos HPV vírus orális szex kapcsán, de ez most nem témánk. Nos, szóval ott tartottunk, hogy ez a bizonyos pécsi dr. Szántó Zalán vagyunk is a Pécsi Tudományi Egyetemnek. Ők kifejlesztettek egy ilyen applikációt, méghozzá a Pécsi Klinika Központi Mellkassebészeti Osztály és a Bioanalitikai Intézet orvosai közösen dolgozták, tehát ötlet maga Szántó Zaláné volt. Ez egy rövid kérdéssort tölt le az illető, és ha ezt megválaszolja, akkor komoly információkat nyer annak kapcsán, vagy azzal kapcsolatosan, hogy mennyire érintett ő egy tüdődaganattal kapcsolatosan, mekkora a rizikója. Gondolom a kérdések arra vonatkoznak, hogy mióta dohányzik, mennyit szív naponta. Miért? Igen, hogy most izipipázik, elektromos cigarettát szív, vagy cigarettát, és elmondja el a doktor, hogy mi már használjuk ezt az applikációt, és számos tünetmentes beteget tudtunk kiszűrni. Ugye a eredményes terápiának, gyógyításnak az alapföltétele, hogy időben elkapják ezt a bizonyos daganatot. Az sem minden nyilván, hogy hol helyezkedik el. Egy biztos, hogy nagyon gyakran történik az a történet, hogy az egyik felét a tüdőnek, ugye a jobb oldalon van 3 lebeny, a bal oldalon 2 lebeny a tüdőnek. Most ezt el kell távolítani, akkor nyilvánvaló, hogy nem lesz elegendő oxigénje szintén az illetőnek. Na minden esetre azt mondta az illető, hogy népiesen úgy is hívják, hogy tüdődaganat szűrő applikáció. A páciens többnyire maga fordul, miután ezt a kérdésort megválaszolta a házi orvosához az eredmények alapján. Reményét fejezte ki az adjunktus úr, hogy a Somogy megyei házi orvosok körében is hamarosan elterjed az alkalmazás, és korai stádiumú diagnózist tesz lehetővé Somogy megyei betegek számára is. Korábbiakban említette, hogy évente hányan halnak meg hazánkban a dohányzás miatt annak következtében. Emelkedő ez a szám? Nagyon jó a kérdés, hoztam adatokat is. 2010-ben 6 millió áldozatot világszerte, és 500 milliárd dollár veszteséget kalkuláltak az orvosi költségek, kieső termés, a környezeti károk miatt.
Ez úgy olyan nagyságrendű összegről van szó, hogy a bizonyos országnak akár 3%-kal is csökkentheti a GDP mutatóját, vagy ronthatja a GDP mutatóját a dohányzásra kapcsolatos kár. A becslések szerint 2010-ben volt 6 millió áldozat, 2020-ban 7 millió áldozat dohányzás kapcsán, és ha ez a tendencia folytatódik világszerte, akkor 8 millió áldozat. Úgy néz ki ma ez a történet, hogy az elmúlt 40 évben fejlődött nyugati országban, mint például az USA, vagy a Nagy-Britannia, vagy Japán, csökkenő tendenciát mutat a dohányzók száma, viszont a fejlődő országokban a dohányzók száma növekszik. Jelenleg a 7 milliárd emberből a földgolyón él, 1 milliárd 300 millió ember dohányzik, ebből 1 milliárd a férfi és 300 millió nő. Ez úgy néz ki az arányát tekintve, hogy fejlett országban dohányzik a férfi lakosságnak 35%-a, fejlődő országokban az 50%, a fejlett országokban 22%-a nőknek, és a fejlődő országokban csak 9%-a nőknek dohányzik. A dohányosok 33-50%-a, aki meghal a dohányzás miatti betegségben. Átlagosan 10-15 évvel élnek kevesebb ideig, mint a nem dohányzó emberek. Így néz ki, még valamit el kell mondani. Azt mondja, hogy tüdőrákos betegek, mint egy említettem, 99%-a dohányos volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon tüdőrákban 8000-re halnak meg évente, és ebből 2500 a nem dohányzók száma, illetve nem jól mondom, 2500 a passzív dohányosok száma. Korosztályt lehet mondani, mert egy néhány évvel ezelőtt készült felmérést olvastam az interneten, ott az szerepelt, hogy Magyarországon a lakosságot nézve a 15 évesnél idősebbek közel 40%-a vagy dohányzott, kipróbálta, vagy rendszeresen dohányzik. Én azt az adatot olvastam, egyébként szinte majdnem minden szülő, egy picit mások az adatok, hogy 15 évnél idősebb diákság körében 30-40% valóban az, aki legalább hetente egyszer rágyújt, vagy már rágyújtott. Még egy adat, 18 év feletti magyar lakosság 40, férfi része 41%-a dohányzik, a nők 26%-a dohányzik. Az átlag fogyasztás cigarettából az azt jelenti, hogy 2400 szál per fő, tehát ebben benne van a nem dohányzó is bőven, tehát azt jelenti, hogy a dohányosok ennél lényegesen többet szívnak, ez a duplája az Európai Uniós átlagnak. Miért vagyunk ennyire bogósok? Sokat gondolkozom rajta, hiszen az életem egyik veszőparipája a dohányzás. Én 4 hónapig dohányoztam 12 évesen, természetesen csak koca módon. Személyes érintettségem annyi, hogy a közvetlen családban az egyik nagyapámat és a két nagybátyámat veszítettem. Tehát édesapámon kívül az összes többi felnőtt férfi, akit láttam, amikor fölnőttem, mind dohányzott. Mind a hárman 60 éves kor környékén, illetve kicsit hamarabb távoztak, szívérendszeri problémák miatt. Hogy miért dohányzunk ennyit, én nem tudom, egyet szoktam még gondolni magamban, hogy olvasván az európai statisztikákat a legvége felé kullogunk, vagy ha úgy tetszik a szívinfarktusban, például elsők vagyunk, vagy szívhalálozásban. Dohányzás ebben maximálisan benne van. Attól is tartok, hogy néha az éri országok, például volt Jugoszláv országainak a statisztikája nem is tökéletesen vagy vezetve, mert amerre jár az ember a horvát tengerparton, szinte mindenki dohányzik. Nem tudom megmondani, hogy miért tesszük ezt, miközben tudjuk jól, hogy káros. Tehát ha megkérdezi az ember a dohányos, hogy tudja, hogy mit csinál, tudja, hogy ne tudom. Tavaly összetalálkoztam egy magyar bajnokságon, egy veterán tenisz bajnokságon egy testnevelő tanárnővel, akinek egy ilyen pink, nagyon szép doboz volt a kezébe, és érdeklődtem, hogy mi lenne. Azért mondta, hogy cigaretta. Hát mondom, miért teszed ebbe a tokba? Azt mondja, hogy ha sok hülyeséget nem akarom elolvasni, ami rá van téve. Ráírják, hogy egy halált okozhat, tüdőrákot okozhat, infarktust okozhat, stb. Ez is egy megoldás, csak nem tudott a hatékonyatot tartok. Fiataloknál miért ez a nagy arány? Nagyon sok magyar, így van, nagyon sok magyar áldozat van. Az egyik az például, hogy hozzátartozni egy közösséghez. Hát ők is dohányoznak, én miért nem. Tehát ha cigizek, akkor vagány vagyok? Így van, én vagyok a menő csávó. Borzasztó nagy károkat okoz, minél fiatalabb korban dohányzik valaki, annál károsabb. De hát sajnos hiába a propaganda, hiába sok-sok okosítás nem nagyon használ. Rendszeresen járunk a középiskolákba egészséggel kapcsolatos, egészségfejlesztéssel kapcsolatos előadásokat tartani, és az egyik sarkalatos téma az a dohányzás és annak káros hatásai. Mi a tapasztalat? Mennyire hatékony ez a folyamat? Nem igazán hatékony sajnos. Ugye az ember nem tud mit csinálni, a dohányzás az iskola területén tilos. Mit lát az ember? A Szent Imre templomnál a közgazdasokot csücsülnek a sarkon, a kerítésen és fújják. Tehát keresik az első adandó lehetőséget és amint, helyet? Amit nem tiltott hely, rögtön ott egy jó százalék dohányzik, sajnos. Mibe kerül ma Magyarországon dohányosnak lenni?
nem olcsó mulatság, egy doboz cigarett, ugye csak elmondásból tudom, de 1300 forint környéken van, meg több, és egy tisztességes dohányos az egy-két dobozra elszív naponta, de azt kalkulálja az ember, hogy 4 év alatt, akkor most 10 év alatt 4-5-6 millió forintot el lehet dohányozni, hogyha évente, mondjuk havonta cigarettázik 45-60 ezer forintot egy dohányos. Van alternatív megoldás a dohányzás kiküszöbölésére? Ugye egyre divatosabbak az e-cigik. Nagyon-nagyon gyakori kérdés és vitatott téma ez, hogy káros-e, biztos nem annyira káros, hiszen füstöt nem szívok be, és a többi a hivatalos álláspont az, hogy de bizony ő is igen káros az elektromos cigaretta, és nagyon nagy divat. Hivatkoznak a dohányosok arra, hogy nincs füst, amit beszívna, tehát az a több mint 4000 kémiai káros rákkeltő anyag, ami a cigaretta füstbe megtalálható, azt ő nem szívja be. Ilyenkor jön az a kérdés, hogy az a folyadék, amit beletöltenek ebbe a elektromos cigarettába, és aminek a gőzét beszippantja, abban mi van. De ennek a minősége és eredete is sok esetben megkérdőjelezhető, vagy nem biztonságos. Egyet tudok mondani, szintén káros. A harmadik a vízipipa, amiről azt lehet mondani, azt mondja az akiroda, hogy picit kevésbé káros. Annak jön a következő kérdés, hogy oké, de 7-8-an ülik körbe és szívják ugyanazt a szipkát. Az se egy szerencsés dolog, vírusok, baktériók, gombák, egyebek. A legtisztább az, hogy minél hamarabb abba hagyni. Statisztikák erre mutatnak. Akár mondjuk ilyen vízipipánál vagy elektromos cigarettánál az úgymond passzív dohányzás mennyire érvényesül? Hát az ember megy egy elektromos cigarettát szívó gyermek vagy felnőtt mögött, akkor látja a füstfelületet, azt ő is beszívja. Tehát hasonló hatás, mint a cigarettánál, ott is sikerül ezt a remek füstöt beszívni, vagy körlet párát beszívni. Ugye a füstmentes világnap kapcsán beszélgetünk, de májusban a nem dohányzók világnapja is van. Elég ez a két alkalom arra, hogy fölhívják a figyelmet a dohányzás veszélyeire? Abszolút nem. Olvastam egyszer egy közösség oldalon a következőt. Már majdnem leszoktam, de annyit bántják a dohányosokat, úgy gondoltam, hogy azért se szokom le, mert én nekem jogom van hozzá. Erre szoktam azt mondani, hogy tavaly ilyenkor Eindhoven repülőtéren láttam két légmentesen lezárt elég nagy termet, ahol a dohányosok voltak. Én közelebb mentes megcsodáltam, ki volt írva, hogy egy dohányzó helyiség. Ez szerintem nagyon jó megoldás. Aki nem szeretne dohányfüstöt nyelni, nem szeretne, hogy a ruhája, a haja minden dohányfüstös legyen, az oda nem megy be. Aki viszont nem hajt lemondani a dohányzásra, sok mindenkitől hallom azt, hogy de én szeretek dohányozni, én nem akarok lemondani. Akkor se, hogyha infarktusom lesz, akkor se, ha sztrókom lesz, én szeretek dohányozni, nem akarok leszokni. De ilyennel nem tud mit kezdeni a szakorvos. Akkor tud az ember segíteni leszokásba, amennyiben az illető hajlandó, illetve akaratereje van, és tényleg önmaga akarja, ő nem akarja, én megfeszülhetek, hogy a külső bármilyen segítség, akkor se fog leszokni. Tehát minden fejben dől el. Így van, és nem mondtam az elménk, meg a leszokásod egy zöld telefonszámot, ami pedig úgy szól, hogy 0680-442-044. Ez egy úgynevezett leszokási vonal, vagy leszokás vonala, zöld ingyenes szám, aki segítséget óhajt igénybe venni, megteheti, szakember orvos segítségét tudja igénybe venni. Általában 3 hónapos leszoktató kúrák vannak. Akkor érdemes ezt a telefonszámot fölhívni azoknak, akiknél megfontolás tárgya az, hogy leszokjon-e a dohányzásról. Dr. Rónai Tamásnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek köszönjük a figyelmet. Miért a legközelebb is várjuk önöket, tartsanak akkor is a Somogy Televízióval, viszontlátásra.